Társalgó festészet címmel nyílt kiállítás szerdán az Elte Szavária Egyetemi Központ Zéró galériájában. A tárlaton a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium volt és jelenlegi képző és iparművész tagozatának tanulói, valamint a mozgókép és animáció szaktanárai mutatkoztak be. Mások mellett Bonyhádi Károly, Marosfalvi Antal, Sütő Éva, Stekovics Gáspár, Tórjai Walter és Veres Gábor alkotásait lehet megtekinteni december 6-áig a vizuális művészeti tanszék folyosóján az egyetem A épületében.